Tegnap este az Európai Uniós csúcs ülése után Angela Merkel német kancellár azt nyilatkozta, hogy a magyar és a lengyel vétó komoly problémát jelent, amit minél előbb meg kell oldani, majd hozzátette, hogy fenyegetés helyett kemény közös munkára van szükség a patthelyzet feloldására. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Ki fenyeget itt kit ebben a helyzetben? Hát Soros György fenyegeti Magyarországot, meg Lengyelországot. Biztos, hogy a lengyelek is, vagy a németek is erre gondoltak? Hát gondolom, mert ki másra gondolhattak volna, hiszen az Európai Unióban a dolgok, a viták rendezésének az a módja, hogy tárgyalunk egymással. Itt az történt, hogy tegnap előtt Soros György egy nagy írást tett közzé, amiben leírja, kinek mit kell csinálnia. És az tele van fenyegetése, meg zsarolása, szó se róla. Utasításokat ad tulajdonképpen a brüsszeli bürokratáknak, hogy most akkor mit kell tenni. És szerintem erre született meg az a higgadt és nyugodt reakció tegnap a miniszterelnökök ülésén, hogy majd az a miniszterelnökök dolga, hogy hogyan kell egy vitát elrendezni. Tehát köszönjük szépen, hogy New Yorkból Soros György egyébként Magyarországra rágalmakat szórva mit tanácsol, vagy mire utasítja az Uniót, ez nem az ő dolga, ezt majd belül mi el fogjuk rendezni. Nem példátlan az Európai Unió esetében, hogy költségvetési viták azok késhegyig mennek. Volt már olyan példa is, még Margaret Thatcher idején, amikor a költségvetést el se lehetett indítani. Tehát az, hogy viták vannak, és azokat rendezni kell, az az uniónak a természetéből fakad, hiszen 27 tagállamnak az érdekét kell összehangolni. De a német politikusok jó része azt mondja, hogy Magyarország és Lengyelország jelenti a fenyegetést, mert ha vétóznak, akkor nem lesz költségvetés, és milyen nagy bajba kerülnek a déli államok, mert nem kapják meg a helyreállítási csomagot. De akik ezt mondják Európában, azok az emberek, akiket Soros György fizet. Tehát ne értsük félre a dolgot. Ma a világpolitika legkorruptabb embere a Soros György. Ugye a korrupcióhoz két ember kell, aki a pénzt adja, meg aki elfogadja. És Soros György nagyon sok politikust fizet. Tehát ő az, aki leginkább korrumpálja az európai politikát, és akik most megszólalnak, és a Sorosféle mesterterv végrehajtásában vállalnak szerepet a megszólalásukkal, vagyis támadják, zsarolni akarják Magyarországot meg Lengyelországot, azok bizony mind Soros György által korrumpált politikusok. Azt mondják, hogy nagyon szűk az időt. Egyébként elgondolkodtató az, nem, hogyha egyszer az Európai Tanácsban a miniszterelnökök és az államfők megegyeztek a metódusról, akkor miért tartott 4 hónapig, júliustól novemberig az, hogy idáig eljussunk, hogy akkor most már tényleg sor kerülhet majd esetleg ennek a mentőcsomagnak a kifizetésére? Nem látok ebben semmi rendkívülit. Az első döntésünk kijelölte ezt a hosszú és bonyolult útvonalat, hiszen júliusban úgy döntöttünk, hogy sok szempontot egyszerre akarunk érvényesíteni a válságkezelési program megindításakor. Egyszerre akartunk válságkezelési programot megindítani, akkor nem akartuk odaadni ezeket a pénzeket a rászoruló országoknak, hanem csak programhoz kötve, tehát azt ki kell dolgozni, be kell nyújtani, jóvá kell hagyni. Utána ezt összekötöttük a most induló 7 éves költségvetés kérdésével, és akkor voltak országok, amelyik még össze akarták kötni ezt politikai szempontokkal, amit a brüsszeli bürokrácia nyelvén jogállamiságnak neveznek, de ez valójában nem joguralom, hanem többségi uralom dolga. Azt szeretnék, hogyha a mostani helyzethez képest az uniós tagállamok többsége is rá tudná szorítani egyik vagy másik tagállamát arra, hogy valamit tegyen vagy ne tegyen. Ezeket mind egyszerre akarta megoldani a 27 miniszterelnök. Nem volt egy jó ötlet, de mindegy, elindultunk ezen az úton. Ez a legnehezebb út, a leggöröngyösebb út. Most ezen haladunk, most már ezen kell maradni. A tárgyalásokat folytatni kell, és a végén majd meg fogunk egyezni. Így szokott ez lenni. Magyarország és Lengyelország a tárgyalásokat, illetve a jogalkotási folyamatot megállította. Ezt vétónak mondják, tehát bejelentettük, hogy nekünk a több jogszabályból álló csomag néhány eleme nem fogadható el. Az Unióban az az elfolyam még az összetartozó ügyek mindegyikében nincs egyetértés, addig semmiben nincsen egyetértés, ezért most megálltak a különböző jogszabályalkotási folyamatok, ezeket újra át kell tekinteni, tárgyalni kell, és a végén majd meg fogunk egyezni, hát Magyarország ki fog állni a saját érdekei mellett. De engem jobban megérint az, hogy gátlástalan lehet hazugságokat terjeszteni Magyarországról, és ez nem szokatlan jelenség ugyan. Nos, elért egy olyan szintet, amit még én se láttam. Tehát mondjuk, hogy Soros György azt írja le saját szerzőségi cikkbe, hogy Magyarországon számos vidéki településen a
parlamenti választás az nem titkos szavazással történik, az, ez tényleg túl van már minden. Az abszurd drámában vagyunk már. Van, aki ezt elhiszi. Hát aki nem tud magyarul, nem ismeri Magyarországot, hát Amerikából nézve azt írják, hogy Bangladesben nem nyilvános a szavazás, körülbelül annyit tudnak Magyarországon, mint Bangladesről, tehát ez, ennek hitelt lehet adni. Tehát hihetetlen, hogy egy ilyen gátlástalan ember, mint a mi hazánk fia, milyen rombolást tud végezni. Egyébként látszik a tárgyalásoknak a menete, hogy hogyan történik ez. Nyilván ezek háttértárgyalások lesznek, nem a nyilvánosság előtt fognak zajlani. Egyáltalán lát olyan ajánlatot, ami egy valamilyen kompromisszumnak az alapja lehet? Persze, többfajta megoldás is lehetséges, ez csak politikai akarat kérdése. Milyen megoldások? Hát olyan, ami elfogadható Magyarországnak is, meg Lengyelországnak is, tehát ahol valóban a jog szempontjai döntenek, és nem pedig a politikai többség. Itt most arról van szó, hogy egy-egy országnak mondjuk a menekült politika itt a legélesebb európai kérdés, menekült politikáját nem az Európai Bíróság, meg valami pártatlan testület ítélné meg, hanem egy politikai testület szavazná le a kisebbségben maradókat, és mondaná azt, hogy mondjuk Magyarország nem építhet kerítést. Vagy mondhatja azt, hogy ha van is kerítés, akkor is be kell engedni a migránsokat. Vagy mondhatja azt, hogy ha a migránsok beléptek Magyarország területére, nem tarthatók fogva. Ezeket rendszeresen követelik tőlünk. Mi ezt visszautasítjuk. Nincs eszközük, hogy ezt kikényszerítsék. Most arról folyik az a kísérlet zajlik, ennek a karmestere Soros György, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amely azt lehet mondani, hogy jogszerűen, hogy Magyarországnak már pedig le kell bontani a kerítést, be kell engedni a migránsokat. Ha beengedte, nem tarthatja őket fogva, és így tovább. Hát amiket eddig követeltek tőlünk, és mi ellenálltunk, mert jogunk van hozzá, ezt meg akarják változtatni oly módon, hogy ezentúl egy egyszerű többségi szavazással, vagy kétharmados szavazással a tagállamok egy csoportja az ellenállókra ezt rákényszerítse. Migráció ügyben Magyarország tartja az ászlót, van még néhány ország, de nem vagyunk kétharmados többségben az Unióban, tehát hogyha szavazásra kerülne sor arról, hogy Magyarországnak be kell engedni a migránsokat, akkor ne legyen kétségünk, hogy bizony az országok többsége ezt ránk kényszeríteni. Ennek én ellenállok, ennek Magyarország ellenáll, ehhez jogunk van, nekik meg nincs eszközük, hogy kikényszerítsék. Ezt az eszközt akarják most létrehozni, ez áll valójában a sok ilyen brüsszeli blabla mögött, vagy annak a középpontjában. Hogyan lehet ránk kényszeríteni olyasmit, amit nem akarunk. Ez látszólag, most sokan azt gondolják, hogy összefügg a pénzkérdésekkel. De ez nem így van. Mert az Európai Uniós pénzalapok, amiket most a válság kezelése érdekében hozunk létre, az mind hitel. Tehát ezt itthon is félreértik, itt látok mindenfajta polgármesteri nyilatkozatokat. Láthatóan nem értik, hogy miről van szó. Azt hiszem, hogy Magyarországon van hiány tájékozottságban. Tehát nem arról van szó, hogy az Unió pénzt akar adni a szegényebb vagy bajba lévő tagállamoknak, hanem arról van szó, hogy azt döntöttük el, hogy közösen veszünk föl hitelt 30 évre. Most a hitelt vissza kell fizetni. Most Magyarország ráadásul, mikor a hitelt fölveszünk, annak egy részéért közösen fogunk helytállni. Tehát ha mondjuk egy-egy európai ország bebukik, erre volt példa az elmúlt években pénzügyileg, akkor nekünk kell kifizetni helyette majd az adósságát. Ez nem egy fáklyás menet, vagy diadalmenet, úgyhogy én, ha ki lehet ebből maradni, ebből inkább jobb kimaradni, csak azért nem tudunk ebből, vagy nem akarunk kimaradni, mert nem akarjuk otthagyni egyedül azokat az országokat, akik bajban vannak. De a múlt héten Magyarország kim volt az unió nélkül önállóan a pénzpiacon, 30 évre vonatkozóan vettünk föl kölcsönt, példát alacsony kamattal, tehát 30 évre kölcsönt Magyarország az unió nélkül is gond nélkül föl tud venni. Ezért ennek a vitának nincs köze a pénzhez valójában, mert Magyarországtól pénzt nem lehet elvenni, ami meg a fejlesztésekhez kell az hitel, amit föl tudunk venni függetlenül is az uniótól, mert Magyarország egy stabil ország. Tehát biztosan mondhatom, hogy a politikai vitáktól függetlenül minden fejlesztés, amit a következő 10 évre elterveztünk, az meg fog történni Magyarországon, mert rendelkezésre áll az ahhoz szükséges pénz. Akik vitatják ezt, és például az ellenzék, mondják azt, hogy a magyar miniszterelnök és a lengyel miniszterelnök most bizonyos támogatásokat von el a saját országától, mert nem csak hitel van, hanem van támogatás. Igen, de ez tévedés. Tehát még ez egy bonyolult rendszer, azt hiszem ezért nem értik itt ezek a derék magyar szakemberek. Tehát az igaz, hogy a hitelből előteremtett pénz egy részét, azt úgy adják oda az országoknak, hogy bármely tagállam a saját nevén
azt a hitelt átveheti. Van a hit, közösen fölvett hitelnek egy olyan része, amit meg szétoztunk egymás között. De annak az alapja is az a hitel, amit közösen vettünk föl. Tehát Magyarország ebből fakadóan semmit sem veszít. Nem esik el semmilyen forrástól, minden fejlesztést meg fogunk valósítani. Ha ez a vita elhúzódna, és nem indulna meg az európai válságkezelési alapműködése, Magyarország akkor is megindítja valamikor a tavasszal, tavasz végén azokat a programokat, amiket meg akarunk indítani, Brüsszeltől függetlenül is. Fejlesztés program Magyarországon nem fog elmaradni a Brüsszellel folytatott viták miatt, mert hitelt, még egyszer mondom, a múlt heti tapasztalatok alapján biztosan mondom, mi is tudunk fölvenni. Nem is akár mekkora hitelt vettünk föl, ez nem vagyok nagyon boldog, de néha erre szükség van. Fölvettünk több mint 2,5 milliárd eurónyi hitelt. Hát részben lejár nekünk egy nagyobb tartozásunk a következő év első negyedévében. Részben meg nem tudtuk, hogy a viták hogyan zajlanak, és pénzügyi tartalék kell. Tehát ahhoz, hogy Magyarország egy politikai vitát jól álljon, ahhoz nagyon stabil pénzügyi lábak is kellenek. És ez most megvan, fölvettünk több mint 2,5 milliárd eurót, az mondjuk egy 8-900 milliárd forint, de majdnem 1000, az benn van a zsákba. Ezt azokra a fejlesztésekre fogjuk elkölteni, amit egyébként is megindítanánk, egy részéről pedig korábbi adósságokat fogunk törleszteni. 30 évre vettük fel ezeket, hogy felét 10 évre, másik felét 30 évre. Tehát jól láthatóan ma Magyarország gazdasági megítélése még a nyugati piacokon is olyan stabil, hogy ilyen forrásokhoz tudunk jutni, és olyan forrásokról nem is beszéltem, amiket a kínai meg az ázsiai piacon tud Magyarország bármikor bevonni a gazdálkodásába. Tehát Magyarország ma olyan lábakon áll, ez nem 2008 9, még itt a szocialista kormány időszaka, amikor térdre estünk az első, a válság első szelétől vagy fuvallatától, olyan erős lábakon állunk, hogy Magyarország bármilyen nehéz időszakot saját gazdasági megbízhatóságának, erejének köszönhetően nem csak átvészel, hanem közben fejlődni is tud. Miniszterelnök úr most az operatív törzs üléséről érkezett ide a stúdióba. Mik a legfrissebb adatok? Úgy állunk, hogy 4440 új betegünk van, 96 életet veszítettünk el. Aláhúzom újra és újra, mindenkit kérek, hogy tartsa be a szabályokat. Minden élet számít, egyetlen magyarról sem mondhatunk le, de most az emberek életének megmentése az a kórházi ellátás minőségén túl azon is múlik, hogy mennyire vagyunk fegyelmezett. Maszk, távolság és a nagy létszámú gyülekezés kerülése. Azt tudom mondani, hogy van 7512 ember, aki kórházban van, 604-en vannak lélegeztető készüléken. Ez magas szám, de ez messze nem a lehetőségeink és a kapacitásaink vége, mert még van 13594 szabad ágyunk covidosok számára, és van 1689 lélegeztető készülékkel felszerelt ágyunk. Vannak orvosaink, ápolónőink, ez hősiesen dolgoznak. Mondjuk azt iskolában is tanultuk, meg már felnőtt fejjel is átélem, hogy amikor nagy baj van Magyarországon, hősökből sosincs hiány, most ilyen hőseink az ápolónők meg az orvosok, sőt most az egyetemisták is fölzárkoztak. Nagyon sok egyetemista jelentkezett munkára, egy részüket pedig kirendeltük. De egyetemisták dolgoznak a mintavételeknél, majd aki Covid gyanús lesz, az látja, hogy egyetemisták mennek ki hozzá mintavételre, dolgoznak egyetemistáink a kórházakban, és most megindul a tesztelés a szociális intézményekben, a oktatási intézményekben is, oda is egyetemisták mennek majd, tehát le a kalappal a fiataljaink előtt, mondom még egyszer, hősökben, ha baj van Magyarországon, nincs hiány, és a hősök között mindig nagy számban voltak fiatalok, ez most is így van. Az iskolákat illetően úgy áll a helyzet, hogy 444 óvodát kellett bezárnunk, az összes óvodának a 15%-a, hogy középiskolákban digitális oktatás van, az általános iskolák közül 78-at azt be kellett zárni, ez az általános iskolák 3%-a, és 525 iskolában van részleges digitális oktatás. A kórházakban egyébként még van 1150 katona is, aki most kezdte meg ott a szolgálatát, és még másik 1150 katona vár arra, hogyha szükséges, akkor be tudjuk őket vetni. Tehát amit én mondtam önnek szeptemberben, hogy teljes fegyverzetben várjuk a második hullámot, az igaz, jól láthatóan az egész ország. Mindenki, akinek ez a dolga, sőt sok önkéntes is részt vesz a
védekezésben. Nagyon kérem a diákokat, meg a szülőket, hogy ott, ahol digitális oktatásra álltunk át, azt ne tekintsék vakációnak, hanem használják ki tanulásra a lehetőséget. A saját gyerekeimnek is mindig azt mondom, hogy ha nem tanulunk, akkor buták maradunk, sőt, még magamnak is azt mondom, pedig már mindjárt 60 éves vagyok, hogy ha nem tanulok, még én is buta maradhatok, ahhoz képest abilyen lehetnék. Tehát a tanulás lehetőségét érdemes mindenkinek kihasználni, tehát nehéz idők vannak, de ezt inkább ne vakációnak, hanem egy sajátos formájú tanulásnak tekintsük. Lehet, hogy az is ambicionálhatja a tanulással a fiatalokat, meg a szüleiket, hogy ugye erre az időszakra ingyenes az internet. De térjünk át a tömeges tesztelésre. Ennek a hatékonyságáról azért megoszlanak a vélemények. Miért van szükség arra, hogy most a szociális intézményekben és az oktatási intézményekben ilyen tömeges, gyors tesztelést hajtsanak végre? Mert kérték. Tehát bennem is vannak kétségek. Ezek a gyors tesztek, amiket az egész világban használnak, mert ugye az egész világban gyors tesztekkel tesztelnek most elsősorban, méghozzá növekvő számban, mert Európában a helyzet az nagyon nehéz. Tehát a magyar az még istenes ahhoz képest, amilyen állapotok vannak tőlünk nyugatra. Tehát az az általános tapasztalat, tegnap is a miniszterelnökökkel való konzultáció ebben erősített meg, hogy a gyors tesztek, ha azt mutatják, hogy pozitív valaki, akkor az 90% fölötti bizonyossággal így van. Ha azt mutatja ki egy gyors teszt, hogy valaki negatív, tehát nem fertőzött, annak a hihetősége 50-60%. Tehát mindig van bizonytalanság. De úgy láttam, hogy ahogy nő a nyomás, egyre inkább az egészségügyi dolgozóknál, a szociális intézményekben dolgozóknál, meg az oktatásban dolgozóknál nő az igény, hogy még ha ilyen felemás, bizonytalan, nem teljesen megbízható eredményekre vezet is a tesztelés, jobban érzik magukat valahogy, magabiztosabbnak érzik magukat az emberek, hogyha egy ilyen tesztelésen átmennek. Ez egy nagy logisztikai feladat megszervezni, hogy az ország legkisebb településének az iskolájában is megtörténjen a tesztelés, és ne csak egyszer, hanem ha lehet többször. De készen állunk erre, ma az operatív törzs áttekintette az ehhez szükséges képességeket. Ugye 2000 egyetemista vesz majd részt a tesztelésben, kellett hozzá 1000 sofőr, 1000 adminisztratív személyzet, ilyen bevetési egységeket hoztunk létre, akik elmennek azokra a kis településekre is, ahol intézményeink vannak, de nem tudjuk másképp megoldani a tesztelés. Nagyvárosokban ez valamivel egyszerűbb. Ott inkább a tömegesség okoz problémát, hogy ne hidegben, ne fagyban, ne esőben kelljen az udvaron várakozni a tesztelésre, hanem ez lehetőleg civilizált körülmények között történjen meg. Mindenkinek kérem a segítségét, hogy ezt a feladatot, ezt a nagy feladatot, ezt jól végezzük el. Ráadásul ez egy gyakorlat, mert most egy nagy arányú tesztelésbe kezdtünk, de nem sokára lesz egy nagy arányú átoltás is, amit egy hasonló rendszerben kell majd lebonyolítani, mert megjön a vakcina, először kevesebb, utána több, ugye önkéntesen lehet majd erre jelentkezni, de biztosan sokan lesznek, akik jelentkeznek, és akkor az átoltást ugyanígy le kell vezényelnünk, mint most a tömeges tesztelést. Még majd a vakcináról beszéljünk, de hogyan látja, hogy a tizedik napja tartanak a kijárási korlátozások és a szigorúbb intézkedések? Van-e ennek hatása? Hogyha a napi fertőzöttek számát nézzük, akkor talán egy picike látszik, mert ugye volt már 6000 egy nap, most néhány napja csak 4000 valamennyi, ez is rengeteg persze, de mégis látszik-e valami eredmény, főleg annak fényében, hogy az osztrákok már milyen régóta szigorítanak, és most újra szigorítottak. Kérdeztem a Müller Cecíliát az operatív törzs ülésén, hogy a elmúlt 2-3 nap kedvezőbb adatai alapján szabad-e reménykedni, azt mondta, hogy nem. Szigorú asszonyról van szó, nem szokott mellé beszélni. Azt mondta, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy megkezdődött volna a fertőzésnek a lassulása. Az, hogy most ez most megállt, ebből az is lehet, hogy majd fölfele indul meg, meg az is, hogy majd lefele indul meg. De semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy túl lennénk a nehezén. Ez azért nagyon fontos, még egyszer húzom alá, mert az idősek élete veszélyben van. Tehát a nyugdíjasokkal, az idősekkel külön foglalkoznunk kell. Mindenkit kérek arra, hogy a családon belül is
most már lassan minden családban van érintett. Figyeljünk oda, külön törődjünk az idősekkel, legyünk fegyelmezettek, ne a magunk érdekében, hanem az ő érdekükben. Tudom, hogy kényelmetlen a maszk, meg a kijárási tilalom, de a kényelmetlenség még mindig sokkal kisebb ár, mintha elveszítjük a családból a nagyszülőket, akik pótolhatatlanok. Nélkülük nem kerek a család. Minden élet számít, az idősek élete is számít, a nyugdíjasok élete is számít, ezért mindenkit arra kérek, a fiatalabbakat is, hogy legyünk fegyelmezettebbek, mert ezek az adatok, bár reménykedni szeretnénk mindannyian, amik az elmúlt 3-4 napban jöttek, ezek az adatok nem bizonyítják, hogy a helyzet könnyebb lett volna. És inkább induljunk ki abból, hogy a helyzet továbbra is nehéz, mint hogy déli bábos illúziókat kergessünk. Egy hét múlva, ha megkérdezi Müller Cecíliát, meglátjuk, mit mond, és akkor lehet gondolkodni esetleg? Igen, és el is jövök, és el is mondom önnek. Térjünk akkor rá a vakcinára. Megérkezett az orosz oltóanyag mintája, elkerülnek a magyar laboratóriumokba, és elkezdik vizsgálni őket, miközben az Európai Bizottság kiadott egy közleményt, hogy óva inti Magyarországot, meg azokat, akik akarnak vásárolni az orosz vakcinából, mert hogy az Európai Szakmai Intézet nem vizsgálta ezeket az eredményeket. Hát az hagyján, de hát ez a derék magyar honfitársunk Soros György ebben a bizonyos cikkében az vizsgálatot követel. Tehát ott tartunk, hogy Soros György felszólítja az európai hatóságokat, hogy azt a tényt, hogy Magyarország az Európai Unión kívülről is akar vakcinát beszerezni, azonnal vessék vizsgálat alá. Ki ez az ember, hogy ilyeneket követelhet? De nem szabad a kereskedelem az Európai Unióban? Meg majd a magyarok ezt eldöntik. Ugye, hogy képzelem én a dolgot? Én úgy képzelem a dolgot, hogy lekötöttünk 12 millió vakcinát nyugat-európai gyártóknál. Tehát befizettünk pénzt, a kutatásaikhoz hozzájárultunk, és ezért megillett bennünket egy elővásárlási jog. És be is mondtuk, hogy mennyi az a mennyiség, ez komoly összeg, egyébként sok 10 milliárd forintról beszélünk, mekkora mennyiséget köt le Magyarország. Mi 12 millió adag vakcinát lekötöttünk. Nem tudom Magyarországon mennyien akarják majd magukat átoltatni, de a 12 millió vakcina az nagy valószínűséggel elég lehet. Ez a nyugati vakcina. De hogy tömegesen ez mikor áll rendelkezésre, április, május vagy június, ezt nem tudjuk megmondani. Maguk a gyógyszergyártó cégek is inkább tavasz végét mondják. Miközben a világ más pontjain, nem nyugaton, folynak vakcinafejlesztések. Oroszországban, Kínában és Izraelben is folynak. Én úgy képzelem a dolgot, hogy nem politikai kérdés a vakcina, hanem egy egészségügyi kérdés, hát életeket kell megmenteni. És ezért, ha hamarabb készül-e valahol vakcina, akkor Magyarország abból is rendeljen, mert az a jó, ha minél gyorsabban áll rendelkezésre vakcina. És ha a jóisten megsegít bennünket, akkor az lesz, hogy a magyarok azt fogják látni, hogy lesz nyugat-európai vakcina, lesz kínai vakcina, orosz vakcina, meg izraeli vakcina. És nem csak hogy lesz, hanem még választhatnak is, hogy melyikbe bíznak inkább. Ez önkéntes, hát majd ők eldöntik. Nem kell Soros Györgynek eldönteni helyettük, hogy melyik a jó vakcina. Ezt részben majd eldöntik a magyar laboratóriumok, ahol ezeket a vakcinákat bevizsgálják, részben pedig majd eldöntik az emberek, akik vagy beoltatják magukat, vagy nem, és ha beoltatják, eldöntik, hogy melyik fajtából szeretnénk magukat beoltatni. Tehát én szeretném, hogyha itt minden kényszer kiiktatásra kerülne, és valóban szabadon dönthetnének az emberek a bizalmi faktor alapján, hogy mit és hogyan szeretnének. Ezek szerint akkor nem bíznak a magyar szakemberek véleményében? Hát a leghíresebb Pfizer-féle vakcinát is magyar tudósok újítása alapján. Van egy érdekes fölmérés, ugye ezeknek a megbízhatósága mindig kérdéses, de azért hagyatkozom rájuk bizonyos mértékig. Próbáljuk fölmérni a bizalmi állapotát az országnak a vakcinákat kapcsolatban, és ma az, képzelj el, az a legizgalmasabb, hogy ha választhatna, hogy milyen vakcinára támaszkodik, akkor a magyar közönségnek a legnagyobb része, 30%-ot megközelítő része, ha választhatna, akkor magyar vakcinát választana. És ez megelőz egyébként minden más vakcinát, a nyugatit, az amerikait, a kínait, az orosz. Mert tehát abban megbízik. Hát persze, valahogy, de ez egy nagyon nagy dolog, mert ez nem volt mindig így. Tehát az elmúlt 30 évünket nem így éltük le, hogy vedd a hazait, vidd a hazait, bízz a hazaiban, hanem volt ez a dolog, tehát ami nyugatról jön, az mindig jobb. Ez most ez nem így van. Például a vakcina ügyben az emberek leginkább a magyar vakcinában bíznak. Én azt tudom mondani, hogy Magyarországon akárhol is gyártják a vakcinákat, vagy akárhogy is fejlesztették ki, azok mindenképpen átmennek egy magyarországi egészségügyi hatósági vizsgálaton. Az a vakcina, ami Magyarországon van, az magyar ellenőrzésen átesett vakcina. Tehát azzal szemben
bizalmat lehet táplálni, és azért felelősséget vállal az a hatóság, amelyik az bevizsgálta. Még akkor is, hogyha most egy olyan gyógyszerről beszélünk, egy olyan vakcináról beszélünk, amelyet gyorsan fejlesztette ki, akkor is a biztonság az mellőzhetetlen, és ezt a hatóságainknak garantálniuk kell. Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.